üres a város. Akár csak én emlékszem, azt hittem, változni fog, de nem értettem, hogy lehet más majd ez a világ. Kaptam egy üzenetet egy kedves otthoni barátomtól, hogy mennyire szokatlan látni Budapest utcáit üresen, és hogy tök szívesen csinálna erről egy videót, de hogy mégiscsak mennyivel jobb lenne, ha mondjuk zene is lenne hozzá. És kérdezte, nincsen nekem valami véletlenül a tarsajomban. Nem sikerült hazamennünk karácsonykor sem, most már február óta, és ez nagyon szomorúan érintett. Úgyhogy 20 perc múlva átküldtem neki a szöveget, másnap vagy két nappal később pedig egy zenei vázat. Ennek a dalnak az a különlegessége, hogy ez az első olyan, amit egyedül hangszereltem és vettem fel. Egészen pontosan itt a szerény kis stúdióban, ami mivel egy stúdiólakásban lakunk, nagyjából egybeolvad a gyerekszobával, és a konyhával és a nappalival. A másik dolog, ami miatt különleges a dal, az pedig a videója. A fürdőszobában vettük fel. Én pizsiben, smink nélkül, pocsék hajjal térdeltem a WC előtt, és rögzítettük egy szoftverrel a fejemet, ahogyan énekel. Eltem képek. Ezután pedig a párom dolgozta ki magát az állarc karaktert. Ahogy a dal elkezdett fejlődni a zongora ének verzióból, úgy jött az ötlet, hogy talán egy elvontabb világ, képi világ sokkal jobban passzolna hozzá. És ez valójában csak az én arcom, ahogy nehezen tudom kifejezni az érzéseimet, nem látnak, egy digitális verzió vagyok, mint sem az, ami aztán utána eszembe jutott, hogy hoppácska, ez végül is 2020 legelcsépeltebb, leggyakrabban használt szava és használati eszköze ez a dolog, ami megjelenik a videóban. Ez nem volt tudatos. Az én üzenetem leginkább az, hogy a barátaim és a rokonaim nagyjából egy nyak fejből álló digitális képként jelennek meg az életünkben most már lassan egy éve, ami nagyon elszomorító. És ez nem csak az én életemre jellemző, hanem egy globális trend, amivel nem feltétlenül értek egyet, de sajnos el kell fogadni. A videó végén megjelenő, mi csak úgy hívtuk, hogy Army, az pedig utal arra, hogy mennyire elszemélytelenedett minden, hogy mennyire nehéz egyéniként kitűnni a tömegből, hogy az a tömeg egyre nagyobb. Ezt értelmezze mindenki úgy, ahogyan szeretné. A terveim 2021-re elég kalandosnak hangzanak még számomra is, ugyanis az újévi fogadalmam az, hogy minden hónapban megosztok veletek legalább egy dalt, lehetőség szerint videó kíséretében, ugyanis legalább egy évre elegendő dalom várakozik már most arra, hogy a végleges formáját elnyerje, és remélem, hogy ebbe bele fog férni az, és a lehetőségek adottak lesznek ahhoz, hogy hazalátogassunk. A még egyszer meghallgatható és videóval együtt megtekinthető a YouTube csatornámon, illetve a Facebook oldalon, és nagyon-nagyon remélem, hogy hamarosan kikerül a streaming oldalakra is. Erről majd a Facebookon vagy az Instagramon fogok mindenképp hírt adni.